akkor felveszem ezt így külön meg ez a videó, már valószínűleg ez a saját videó lesz majd. De itt vagyok egy 120 és 120 kV-os alállomás mellett, ahol látjátok, hogy valószínűleg a 120 kV-os állam jön be, és 20 kV megy ki, de ugye mutatok egy villanytoszlopot. Ezt nézzétek, mit találtam itt, ez egy 120 kV-os alállomásnak tűnik. És valószínűleg az már ilyen 25-20 kV-os vezetékek. Ez a, mindjárt mutatom ezt a magyot. Ez pedig valószínűleg ez 120 kV-nak néz ki így elnézésre. Ugye a függőszigetelők vannak, akkor 100 kV felett van. És hát azért szoknak itt az amperek rendesen, kicsit közelebb megyünk. Egyébként szerintem innen az egyik vezeték az a rádiótoronyhoz megy és azt látja el árammal. Na, értétek. Az a nagy zöld, az egy telefon. Szóval nézzétek csak, ez itt a... Ezek valószínűleg a szakaszolók, igen, a három fázis. Valószínűleg három vezeték van, az valószínűleg a három fázis. És az a nagy zöld meg a transformátor. Valószínűleg 120 kV-ból csinál 20 kV-ot. Vagy valami ilyesmi lehet. Hát nem tudom, ezt majd egy nálam szakértő megmondja, hogy pontosan mit látunk. Látjátok, szerintem ez egy 120 kV-os vezeték, és akkor ugye kétszer 120 kV-os. És azért van négy vezeték, mert az a három fázis, ami az erőműből jön, a fönt a negyedik pedig a földelés szerintem. Megpróbálunk itt belesni. Itt látunk. Meg azért hallatszik, attól fogtak a zúgása is. És szerintem egyébként itt személyzet sincsen, mert ezek a kis alállomások távolról kezeltek. Na de hát ha van, akkor meg mindegy. Kerítésen kívül nem tiltja semmi ezért a videózást, maga a fotózást. Be pedig nyilván nem megyek. Azért itt alállomásoknál az nem lenne jó ötlet, könnyen megrázó élményben lehet az embernek része. Főleg hát ez a 120 kV az már nem viccel. Na ott van még egy lafó. Igen, ez az, amit itt komolyan kell venni. De nyilván ez a körések az... Hát a videóban mennyire fog hallatszani ez a sercegés. De ezek itt már az amperek hangjai. És arra is látszik a pár villanypózna, meg viszont ezek a kisebbek, ezek hát 25 vagy 20 kV-osak. Amikor így három vezeték van, és ilyen. Ma maximum 25 kV, de van még csak 20 vagy 5, még 5 kV-os is van. Itt van még egy telefó, és szerintem ez most nincsen beüzemelve. Na vajon ott mit mérnek rajta? Szerintem egyébként ez a feszültség lesz kilovoltba. Tehát szerintem ez azt jelenti, igen. 120 és akkor 20 kW, vagy kilovolton vagy. Ez a másik. Ez valószínűleg ugyanaz. És szintén 20 kW közelébe megy, tehát az, ja, nem kilovolt, én mondok hülyeséget ilyenkor mindig, de hát akkor nyilván az a 120 kW-os bemenő áramból csinál 20 kW-t. Ja, na most legalább jól mondtam, hogy kilovolt, oké. És itt a másik, de ezek ugyanazok. Ezek mégis csak üzemelnek. Csak ilyen vezetéket nem látom, ami hozzájön, de ezek szerint van ahol. Ezek vajon milyen telefók lehetnek? Bár én úgy látom, hogy itt három, tehát ez a három vezeték az lemegy a föld alá. Szerintem itt jön és ott végződik, tehát ez megint 20 kV lesz. Na és akkor itt most meg is nézhetjük. MKM államható kártyát, az viszont ez valóban egy 120, 20 és 10 kV-os alállomás lesz. És van ki még egy Antenna Hungáriás logó is, tehát még lehet, hogy az Antenna Hungáriának is. Akkor azt szerintem az egyik vezeték a rádiótoronyhoz megy. És szerintem távkezelt állomás, tehát nem is. Tehát kiszolgáló személyzetét nincsen. Na majd egyszer ezért kéne megnézni a legnagyobb ilyen alállomást, ami valahol Albertírsa mellett van. Ott 750 kV-os bemenő feszültség is van. Valamint ott, és ráadásul 750 kV és 400 kV. 5-os lapok is vannak, meg nyilván van 120 kV-os is. Itt meg már semmi érdekes nincsen. Tűz csak. Hát akkor ez ennyi lett volna. Aztok, hát ez egy olyan spontán videó volt. Megláttam, hogy itt van az alállomás, azonnak miért nézzük meg közelebbről. És erre jártunk, ez egy rögtönzött kis videó volt. Ilyen videó még úgyse volt, hogy a alállomásot mutattam volna még a csekerítésen keresztül is. De hát akkor ez ennyi lett volna, akkor menjünk tovább, akkor azért a postok fele, úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, tudjátok, like, dislike, komment, mindent lehet, sőt, kommenteljetek is. Úgyhogy akkor sziasztok, ennyi volt, hello!